Nincs párkapcsolatom, vajon mi a hiba bennem? Nagyon sok nő teszi fel ezt a kérdést, főleg nők szerintem, férfiak is biztosan, csak velük kevesebbet tudunk erről a témáról beszélni. Viszont ez egy nagyon aktuális téma, amihez meghívott vendégem Szentesi Szilvi, aki 10 éve intimitás művészként, coachként segíti a hozzáfordulókat abban, hogy minél több örömöt tudjanak megélni a szexualitásukban, és ma már Szilvi saját kozmetikai vonalának megálmodója és a brandjének építője. Szia Szilvi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Zita, és köszöntöm a kedves nézőket! Ezt a témát választottuk, mert említetted, hogy nagyon sok nő jön hozzád olyan kérdéssel, hogy vajon hogyan lehetne jobban csinálni, hogyan lehetne több örömöt megélni. Nem csak az, hogy jobban megfelelni másnak, hanem inkább azt, hogy befogadóbbá, vagy átadóbbá válni a szexualitásra. Hogyan működhetne ez még jobban, mert az, ami most van, az nem eléggé jó. Te hogyan szoktál ezzel a témával kapcsolatban egyáltalán hozzáállni, hogy hogyan tudod segíteni röviden, most még csak röviden egy rövid beszélgetésben a nőket, hogy mire figyeljenek ilyenkor? Jó, hát igen, tehát hogy sok nő keres meg, és nagyjából azonos kérdésekkel, amiket azért majd most körbe is fogunk járni, hogy ugye így mikkel érkeznek. Így előjáróban egy kicsit ilyen lazítás, melegítésképpen azért azt elmondanám, hogy amikor én képződtem intimitás coachnak, akkor az én mentorom, az én mesterem, az én tanítóm az elsők között emelte ki azt, amit erről a szakmáról szerinte érdemes tudni, hogy intimitás coach, hogy amikor megérkezik a kedves kliens vagy vendég, és leül, és elkezdené mondani, főleg így hölgyek, hogy és akkor én azt szeretném, hogy mi velem a probléma, la, és akkor a helyes megoldás az az, hogy stop, no story, nincs történet, induljunk a matracig, vagy a matrachoz. Tehát azért ezt így mindenek előtt elmondanám, hogy a testünk mindent tud. Azt is tudja, hogy mi az oka, hogyha valami nem úgy megy, intim téren, vagy a szexualitás terén, ahogy azt szeretnénk, és azt is tudja, hogy lenne jó, és hogyha ezzel a testtel jó van bánva, és ennek is megvannak a fortéjai nyilván, és ezeket szeretem is átadni, akkor ez a test nagyon-nagyon hamar el fogja érni azt a vágyott állapotot, amit, és tudást, amiért jönnek az emberek. Úgyhogy sokszor tényleg az van, hogy nagyon sok a történet, nagyon sok a sztori, nagyon sokat vagyunk a fejbe, úgyhogy lényegében bármivel jön egy nő vagy egy férfi, de ugye a nők különösen szeretünk mi sztorizni, meg kibeszélni, meg átbeszélni a dolgokat. A legnagyobb kihívás az az, hogy hogyan tudunk a fejünkből, tehát a gondolatainktól, az agyalásunkból visszaterelődni, ezt így fogalmazzuk, így intim coachként, hogy visszaterelődni, visszavonni a figyelmünket a testünkbe, az itt és mostba. És amikor ez megtörténik, és én ebbe abszolút tudom támogatni azokat, akik hozzám fordulnak, nem csak egyszeri csúcsélményként, hanem tulajdonképpen a készségeket is át tudom adni ahhoz, hogy ezt hogy lehet a mindennapokba is kivitelezni, akkor tényleg varázsütésre, vagy akár viszonylag gyorsan el tudjuk sajátítani azt a tudományt, azt az erotikus művészetet tulajdonképpen, ami úgymond így a témánkhoz kell. Úgyhogy ez a legeslegfontosabb, hogy elhiggyük, és belemenjünk ebbe a nagyszerű, izgalmas játékba, hogy abba hagyjuk az agyalást, a problémánkon, és elkezdjünk ténylegesen kapcsolódni a testünkkel. Elképzeltem most magam előtt egy olyan nőt, aki mindent megteremtett, már jó állása van, elég stabil életet tudott felépíteni, csinos, értelmes, intelligens, főzni tud. Gyakorlatilag minden olyan kvalitás megvan benne, amiről a férfi csak álmodhat, és egyedül van.
És lehetséges, hogy amiről most beszéltél, hogy minden tud itt fejben, de még odáig nem jutott el, hogy hogyan tudná ezt a nagyon sok mindent teljesen elengedni, és egy teljesen más minőségben átminősülni akkor, amikor a férfivel együtt van. Itt különböző minőségeket érzek, és ezek nagyon kapcsolódnak a szerepekhez, hogy nem tud kilépni, talán lehet, hogy nem tud kilépni, csak annyi a gond, tehát, hogy minden tökéletes, csak nem tud kilépni egy szerepből. Inkább úgy mondanám, hogy talán nincs meg a belső engedélye erre. Uh-huh. És lehet, hogy mentálisan megvan, mert már ezt kimaxolta önismereti tréningekbe, meg már visszamenőleg akár transzgenerációs oldásokkal, állításokkal sok mindent úgymond kitisztított. De mégis, és ezt tényleg sok száz klienssel való munkám során mondhatom, hogy a test az lassabban oldódik, mint az elménk. Tehát, hogy ide kevés lesz az, hogy megvágyjuk, majd megmeditáljuk azt az életet, vagy azt a minőségű férfit, nőt, vagy párkapcsolatot. Tehát, hogy egészen konkrétan fogalmazzak, és ugye nőket vagy nőt említettél, aki már úgymond felépítette magát sok szinten az életben, és tényleg úgy érzi, hogy minden kész van ahhoz, és miért nincs itt, vagy miért nem kapom meg, vagy mi velem a hiba, és akkor ugye jön ez az önostorozás, vagy az önbántás folyamata is elindul, és hozzáérek, és azt tapasztalom, hogy nagyon zárt, és nagyon merev, mondhatni lefagyott, vagy mozdulatlan, rideg a teste. Uh-huh. És mivel, hogy nincsen egy valóban intim érző kapcsolatunk a testünkkel általában, tehát gondolatban, fejben, tervekben, álmokban, vágyakban, olykor sokkal előrébb vagyunk, mint ami a testünk állapotát illeti. És ha belegondolsz, hogy a valódi női pezsgő, buja, izgalmas női energiák hol ébrednek meg, egyébként férfiak esetében is, hát leginkább a medence és a csípő területe az, ugye ahol, úgy is mondjuk, hogy ahol ez az életerő energia, ez a szexuális energia lakozik, ahonnan ez megébred, ahonnan ez elkezd áramolni a testben. Hogyha egy nőnek a teste, vagy bocsánat, a csípője, a medencéje merev, ha mozdulatlan, ha ilyen tömszerű, kemény, alig tudja bemozgatni egyébként sem, nem hogy intim helyzetben, ott tulajdonképpen nem indulnak el, nem mozdulnak meg azok a női energiák, akár a csábítás energiái, most nem a manipuláció értelmében mondom, hanem az elbűvölés értelmében, vagy a kisugárzás értelmében. Tehát én hiába vágyom azt a nagyszerű férfit, és vagyok úgymond készen rá mentálisan, vagy a szívemet, érzéseimet illetően, hogyha le van még, tehát nincs meg ez a belső engedély, hanem vissza van fogva, vissza van tartva, le van blokkolva, nem tud ez az igazi energia, ez az igazi szexuális, erotikus energia bemozdítani. És ha ez nem indul el ott a medencémben és a csípőmben, akkor erre a világ, erre a férfiak, erre az emberek, erre az élet nem fog reagálni. Tehát én ezért mondom azt, hogy első körben az én engedélyem szükséges ahhoz, hogy ez az energia, ez valóban felébredjen, megébredjen, és elkezdjen értem lenni a testemért, a gyönyörömért, azért az életért, amit megvágytam. És ez sok embernek, sok nőnek, akármennyire is vágyik rá, félelmetes. És ez egy nagyon furcsa dolog, mert hát hiszen azt hiszük, hogy de hát hiszen annyira várom már, vagy annyira készen vagyok, és mégis egyik lábam a gázon, nyomom a gázt, a másik lábam meg a féken vagy a kuplungon, és közben fékezek, és elindul egy ilyen furcsa játék, hogy nyomom a gázt, nyomom a féket, nyomom a gázt, nyomom a féket. Mi lenne akkor, hogyha levenném a lábamat a fékről, és azt merném mondani, hogy igen, akkor szóljon
akkor induljon be, akkor áramoljon az energia. Wow! Hát akkor ugye jön az irulás-pirulás, hogy na hát azért ez már milyen. Ugye? Tehát, hogyha tényleg megadom azt az engedélyt arra, hogy oké, akkor tessék, akkor lehet indulni, lehet látszódni, láthatóvá válni akár a vágyaimat, vagy a vágyaimat illetően, az erotikus kisugárzásomat illetően. Most itt elérkeztünk egy nagyon izgalmas témához, mert önmagában szerintem már ebben az előző időszakban, amit most beszéltél, megválaszoltad a kérdést, egy csomó mindent felhozott bennem, amiről beszélgettünk egy másik tananyag kapcsán, amit az Everness Akadémián lehet majd megtalálni. Ott egy csomó ilyen kérdésről beszélgettünk, amit felhozott most bennem az, hogy félni ugye az intimitástól, félni attól, hogy megmutatom önmagamot, óriási bizalom kell, hogyha ez elindul, ez a folyamat. A válasz ebben a beszélgetésben a feltett kérdésre az, hogy mi a baj velem, semmi baj nincs veled, tehát úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, csak ezeken a folyamatokon még nem mentél keresztül. Hogyha erről a témáról szeretnél többet tudni, akkor Szentesi Szilvinek van nagyon klassz online tudásanyaga fent az Everness Akadémián. Kattints a linkre, elhelyeztük a videó alatt ezt a pár linket, ahol Szentesi Szilvi a tudását átadja ebben a témában. Javaslom, hogy böngész, nézz körül nálunk, mert innentől kezdve ez csak egy kapu, ez csak egy ilyen kis bekukucskálás volt a kapun, hogy vajon mi a baj velem, semmi baj nincsen vele, de hogy ott még mi mindennel kell dolgozni, arról már készültek tudásanyagok, amit örömmel osztunk meg veled. Köszönöm szépen, Szilvi, hogy voltál, és jövünk még nagyon érdekes beszélgetésekkel. Szia! Sziasztok, köszönöm!